25 művész alkotásaiból nyílt kiállítás a Tamási Galériában, méghozzá ékszerekből. A kiállított darabok Decsikis Mária, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett népi iparművész koordinálásával került a galériába. Vállaltan egy szubjektív válogatás részemről, az én személyes ismeretségi körömből kerülnek ki az alkotók, összesen 25-en. Eredetileg 27 alkotót hívtam meg, és egy valaki közben lemondta, a másik valami oknál fogva nem tudta elküldeni az anyagát. Tehát most itt 25 alkotónak a munkái láthatók. Mindenkitől 5 darabot kértem be, és ebből alakult ki. Megpróbáltuk úgy rendezni a kiállítást, hogy az alkotók munkáit nem szétszedve, tehát egy alkotó munkái úgy egy tömbben láthatóak. Hál' Istennek elég nagy az ismeretségi köröm a Gyöngyös alkotók között, részint akik a Szálkai alkotótelepen 15 éven keresztül jártak az országos gyöngyfűzőtáborba, azokból válogattam, miután a Hagyományok Háza zsűri bizottságában benne vagyok, így a zsűrizések folyamán is találkozom alkotókkal, és egyéb más gyöngyös rendezvényeken is találkozom olyan alkotókkal, akiknek a munkáit érdemesnek tartom arra, hogy bemutatkozzanak. A kiállítók nem az ékszerkészítésből élnek, mégis sokkal több ez számukra, mint hobbi. Szerintem több, mint hobbi, mert olyan kutatások előzik meg ezeket a munkákat, amik már egy hobbi szinten túlmutatnak. Annak idején Szálkán indult egy családi alkotótelep, ahol vállaltan próbáltuk bemutatni a csoportok hozott programjai mellett a környéknek a népi kismesterségeit. És ezek között ugye Sárköz közelsége miatt a Gyöngy is szerepelt. És első pár alkalommal, ugyanúgy, ahogy a fazekasokhoz, a fafaragókhoz, tojásfestőkhöz hívtam szakembert, ugye a gyöngyösökhöz is. De amit egy gyerekcsoportnak egy óra alatt meg lehet tanítani, azt én is meg tudtam tanulni egy fél óra alatt. És hát ez volt az én vesztem, mert aztán, ahogy lehet is látni a gyöngyösöket, hogy el lehet veszni. Ha valaki egyszer megfertőződik, akkor nincs menekvés. Egyébként pedig érdekes dolog, hogy nálunk a családban ez nem anyáról lányára hagyományozódik, mert az én lányom előbb fűzött gyöngyöt, mint én. A kiállításon a népi iparművész lányának munkái is helyet kaptak, aki lassan 35 éve foglalkozik gyöngyfűzéssel. Amikor olyan 9-10 éves lehettem, akkor döntöttem el, hogy valamit szeretnék csinálni egy nagyobb kislány hatására. Nyilván a krokodil, meg a kisegér, meg az ilyenekkel kezdtem. És akkor édesanyám mondta, hogy ha valaki Decsen lakik, akkor Sárközit fűzzön. Úgyhogy akkor ő még nem fűzött egyáltalán. Én elkezdtem járni egy akkor még élő Olá Éva néni nevű gyöngyfűzőhöz, és ott tanultam meg az első népi mintákat. Amikor elvégeztem édesanyámnak a népi ékszer tanfolyamát, az ott készült ékszereim vannak most itt kiállítva, illetve egy sárközi nyakék, amit ezüst színben csináltam meg. A kiállítást Szalai József, a Magyar Rajztanárok Országos Szövetségének elnöke online formában nyitotta meg. Az eseményt pedig a Pántlika Néptánc Együttes tagjainak éneke és egy vers tette még emlékezetesebbé az egybegyültek számára. Bújdostam én a padokkal, sírtam a kis madarakkal. Sokan mondják, hogy összekavarodnak a sok apró gyöngyláttán, ezzel ellentétben Góli Ramonát megnyugtatja a gyöngyfűzés, mesélte a kiállítás megnyitója után. Most kezdtem el zsűriztetni a gyöngyeimet, amik a kiállításon itt vannak, azok is zsűriztetve vannak, úgyhogy az iparművész az most először az a cél, hogy elnyerjem ezt a cím. Bíztatnak, hogy fűzzek, mert nem igazán van önbizalmam ebben. Marcsi is, Decsikis Marcsi is mindig mondja, hogy menjek, de nem érzem magamban sokszor azt az erőt, de kapom a visszajelzéseket, hogy ezt jól csinálom. Hordom népviselethez, mert táncolok is Alsónyéken, meg ajándékba is, és árulom is őket, megrendelésre is készítem, tánccsoporton belül is, hogyha
egy-egy új táncos van nekik. A szebbnél szebb ékszerek április 10-ig láthatóak a Tamási Galériában az intézmény nyitvatartási idejében.